Karanténba került Boris Johnson, mert a napokban olyan alsóházi képviselővel is tárgyalt, akinek a koronavírus tesztje azóta pozitív lett. A brit miniszterelnök otthonában folytatja munkáját, jól van, és erről videóüzenetet is közzétett. Nem számít, hogy fit vagyok, mint a hentes kutyája, és jól érzem magam, mint sokan mások, akik hozzám hasonló helyzetbe kerültek. Az sem, hogy már átestem a betegségen, és kicsattanok az erőtől a bennem lévő antitesteknek köszönhetően. Meg kell állítanunk a járvány terjedését, ennek pedig egyetlen módja, ha az ember ilyenkor 14 napra önkéntes karanténba vonul, mondta Johnson. Európában továbbra is Franciaországban regisztrálták eddig a legtöbb, közel 2 millió fertőzöttet. A katolikus hívők vasárnap tiltakoztak amiatt, hogy nem járhatnak misére, mert ideiglenesen betiltották a vallási szertartásokat. Az Egyesült Államokban két újabb állam, Michigan és Washington jelentett be szigorításokat a járvány miatt. Joe Biden megválasztott elnök tanácsadói a napokban várhatóan vakcinafejlesztőkkel találkoznak, hogy tisztább képet kapjanak a folyamatban lévő kísérletekről.